Hagyománnyá vált a Sey János gimnáziumban, hogy az írásbeli érettségi vizsgák után egy színvonalas irodalmi összeállítással kedveskednek a negyedikes diákoknak. E héten hétfőn Tóth Tibor, a Jókai Színház igazgatója és barátai adtak elő részleteket Arany János balladáiból. A diákok a Velszivárdok, az Ötödik László, a Tengeri hántás és a Tetemre hívás című művekből hallhattak zenés összeállítást. A férfi első röplabdaliga utolsó bajnoki fordulójában a komáromi VK Spartak Sey egyetemi csapata a pozsonyi VKP B együttesét fogadta hazai pályán. Az első ligában fordulóként egymás után két mérkőzést játszanak le a csapatok. A komáromi röplabdások nem engedték ki kezükből a győzelmet, és mindkét mérkőzést 3-1 arányban megnyerték. A begyűjtött 6 pont a végső második helyet jelentette a bajnokságban. Lehetett volna első is, ha a harmadik helyzet Vágójhely csapata odahaza legyőzte volna Zsolna csapatát. Végül Zsolna lett a bajnok, Komárom, Zsolna és Ólubló fognak osztályozót játszani az extraligába való feljutásért. Az Ötös utca 64-es szám alatti szlovák nevelési nyelvű óvoda gyermekei az egész év folyamán ismerkednek az egyes régiók néphagyományaival, népszokásaival, megtanulják az egyes kistérségek mondókáit, köszöntőit, népdalokat énekelnek és zenés-táncos játékokat játszanak. E tevékenységük kicsúcsosodása az az ünnepség, melyet immár 5. alkalommal tartottak meg az óvodában, és ezúttal is számos vendéget hívtak meg más településekről. Jártak már itt a Dunai Csek gyermekegyüttes tagjai, előtt a Martusi népdalcsoport, Klubocki úr, aki pőstjéni népművész, és aki számos régi hangszert szólaltatott meg. Az idei műsort a Duna együttes anyukái és a Komáromi Ipari Szakközépiskola nevelői tették még színesebbé. Jutalmuk pedig a szép viseletbe öltözött, éneklő-táncoló gyermekek látványa volt. A kosárlabda Extraliga playoff második mérkőzésén csapatunk hazai pályán fogadta Privigye együttesét. Az összecsapás rosszul kezdődött számunkra, az első negyed után 14 ponttal vezetett az ellenfél. A folytatásban feljavult csapatunk játéka, de a félidőben még 6 pont volt Privigye előnye, és csak az utolsó negyed közepén vezettek először kosarasaink. A végjáték nagyon drámaira sikeredett, de a mi szurkolóink örülhettek a végén. Csapatunk 67-63 arányban győzött, és a sorozatban már 2-0 arányban vezet.